Következik Vágó István. Szervusz! Tiszteletem! Nozom ujjama szuru. De azért elfogadom, persze. Jó estét kívánok. Kérlek szépen... Hova üljek? Hát ez most nehéz ez a helyzet, úgyhogy... Bubi! Beszélgethetek ti is egymással. Olyan, annyi bajom van a Bubival, pedagógéval. Kérlek szépen... Nekem riportalanyilag lesz, úgy érzem. Amennyire így... Milyen szép fehér. Szerény nyelvészeti ismereteim alapján meg tudtam ítélni. Itt egy dél-tókiói nyelvjárást villantottál fel, és egy szamuráj üdvözléssel léptél be. Jól érzékelem én ezt? És hogyha azt is megmondod, hogy mit jelentett, akkor egy tapsot fogok neked kiprovokálni. Hát ha valami disznóságot... Kérlek szépen, azt jelenti, remélem zavarok. Ezt megtanultad japánul? Utána néztem egy kicsit, hogy melyik nyelvben létezhet az, hogy a remélem és a zavarok szó közé nem kell vesző, mert idefele jövő, nem tudom, önök is nyilván látták, ilyen óriás plakátokon látszik, hogy remélem, zavarok, hol a vessző? Ha japánul írnád ki, nem kellene, kellene a vessző. Oda kellene vessző. De hát én azt hiszem, igen. Nem baj? Hát nem Ungarise, harapszol? Egykori professzorom erre mondta, hogy Ungarise, Spraches, Veres, Sprache, kérlek szépen. Kötöljen le! Te viszont rögös életed során számtalan nyelvet kényszerültél elsajátítani. Azt hiszem, édesapád premizált is annak idején. Hát igen, az, sőt, hát ez egy ilyen szülői megoldás, javaslat volt arra, hogy én ne állandóan gitározzak, mert hogy őket ez nagyon zavarta, és azt gondolták... Hát a papa sejthetett valamit. Igen, hát ő maga is zenész volt, úgyhogy innen volt az ellentmondás. Hogy Zámbó Jimmynek nem szólt a papája. Feltehetőleg Sándor arra gondolsz, hogy ők azzal próbáltak engem lebeszélni, hogy inkább csinálják valami értelmeset. Igen. És ezért azt mondták, hogy válassz egy nyelvet, tanuld meg, és hogyha egy év múlva hitelt érdemlően tudod igazolni, hogy ez neked sikerült, akkor kapsz 1000 forintot. Ők jól ismertek engem. Hát ez engem inspirált, hát fantasztikusan. Apám, kérek szépen, a körömrágásról akart leszoktatni. Körmönként 5 forintot. Mondja csak, azt hát, közben mi azért... Bubi, most a papa műsora van. Körmönként 5 forintot adott, kérlek szépen. Na menj le, menj le. Ez 10 körömnél jelentett ugye már összesen 50 forintot. Ő tudja, hogy Bubinak hívják? Hát was für eine Frage, Herr Vágó? Hát hogy ne tudná? Elképesztő ez a nyelvi felkészülés. Mikor mondod... Hát főleg azért német példákat, tehát azért nem tudok annyi nyelvet, mint te. Hát akkor miért mondasz olyanokat, hogy az interdisziplinális, transzcendens diskurzus, amiket praktizálsz, érted, amit mondok? Hát nálam ez komilfó. Hát, tessék, és franciául is tud. Abszolút mértékben, kérlek, tisztelettel. Nos, tehát azért is befejezem a történetet. Fatertól fölnyaltam az 50 forintot, majd jó ízűen lerágtam az összes körmömet. Tehát ebből több pénzt lehetett hosszú távon kihozni, mint a nyelvtanulásból. Miért most szólsz? De hát azért mégiscsak jobb, hogy nyelveket tanultál. Kérlek szépen, világfővárosai 5000, opera 4000, zene 3000. Nem értem. Játszani akarsz? Tessék. Hát tudom, hogy ez egy játékmesterrel tulajdonképpen a perverzió határai súrolja. Világfővárosai, kérlek szépen, én ezt el is dobom. Miért? Mert tudom, hogy úgyis tudod. Ja, mert hogy tudod, hogy igen, igazad van. Nem, ez úgy történt, hogy az általános iskolában volt nekem egy osztálytársam, aki valamilyen megszállottság okán elkezdte tanulmányozni a térképeket. Azt megtanulta... mi is tanulmányoztuk, hogy hol kell megpattanni, tehát a szlovéniai hegyi ösvényeket, tehát mi állandóan diszidálási útvonalakat dolgoztunk ki, láttuk a Kétértő ember című filmet, hogy a Fertőtó átúszunk, ugye, azt nem értük, hogy ott nincs kerítés. Bocsáss meg, te meséled a történetet, vagy én mesélem Bocsánat, a történetet? Igen. Na, te is abban az osztályban jártál, lehet, hogy te vagy az? Vágó Istváné a szó. Nem, rövid a dolog. De, kérlek, bosszantott. Kérlek tisztelettel. Bosszantott a dolog, és azt mondtam, hogy hát ezt akkor én is megtanulom, úgyhogy nekiveselkedtem is másnapra. Azért a zömét tudtam, de most nem teszem próbára. Hát hány főváros van egyáltalában? Hát akkor volt 100 valamennyi, most már 200 valamennyi. Kító, ne jó, ez jó, jó, én itt szoktam nyerni Dél-Amerikába. Igen, igen, arra rámentem valamiért. Kérlek szépen, tudom rólad, hogy nagy vendéglátóipari kekec vagy, úgyhogy szokásunkkal ellentétben én magam nyitom ki neked a szent sóvizet.
hogy kekec vagyok. Hát igen, szörnyen viselkedsz éttermekbe, a pincéreket egzecíroztatod, bizalmatlan vagy. Hát azt történetesen valóban nem szeretem, hogyha ha nem kupakostul hozzák az üveget. Voilà. Nem akarom elmondani, hogy miért, de hát erre, hát erre nekik van egy isteni módszerük. Várjál, megkapod az enyémet, na! Igen. Érdekel a módszer? Hogyne, hogyne. Szívesen elmondom neki, de te addig így áll. Jó. Szóval most már azt csinálják, hogyha történetesen tudják, hogy én azt szeretem, hogyha kupakostul hozzák ki, hogy ugye ezt te már egyszer kinyitottad? Nem, most... nem. Hát most láttam egy percel ezen. Ja, most igen, most szemed előtt, igen, de... Te nem figyelsz a műsorodra, Zsámbor? De figyelek, hogy... Néha nem. Néha nem, Isten ne vegye, bűnöbül, néha nem. Most figyeljenek. Ezt csinálják. Hallották? Pedig ki volt nyitott? Ezt csinálják. Ez nagyon fontos a fedőzajok megfelelő megválasztása. Úgy édesapám, van. Ha az asztalnál egy-egy galambocskát akart elengedni, akkor azt egy könnyű köhentéssel... Kötötte, kérlek szépen össze, ennyit a fedőzajokról. Egyébként voltam én pincér is. Értem. Hát úgy látszik, hogy igen, hát azt hiszem ez egy össznépi élmény, kérlek tisztelettel. És mi sem idegen tőlünk, mi emberi. Játszunk tovább. Két téma maradt. Vics van, vics van. Opera. Ha már opera, akkor kék szakál. Ha már kék szakál, akkor szakál. Figyelted ezt az átkötést így spontánul? Association! Na, kérlek szépen, mióta hordasz szakált? Ha azt mondom neked, hogy mióta az eszemet tudom, abból kiderül, hogy nem olyan régóta tudom az eszemet. Vagy szőrösen jöttél a világra. De az kétségtelen, hogy egyetemen már szakállat növesztettem, és voltak is nekem ebből bajaim. Ugyanis nem tudom, hogy tudják-e, én speciál akkor nem tudtam, hogy azok viseltek szakát a 60-as évek közepén, vége felé még mindig, akik 1956-ban megígérték, hogy addig nem vágatják le a szakállukat, amíg az oroszok ki nem mennek az országból. Úgyhogy kérlek szépen, voltak az egyetemen is ebből gondjaim, mert nagyon meg, hogy mondtad, galamboztak engem. Hát megfingattak így russzikusan. Szóval ez az idegen nyelvű kultúra, ezt szeretem én ebben. De én elvégeztem egy idegenvezetői tanfolyamot is, és ez nagyon jól sikerült nekem, hála Istennek, hát 4 nyelvből tettem le, úgyhogy odajött hozzám az IBUS-nak egy képviselő, és azt mondta, a vágó elvtárs, boldogan gratulálunk, és akkor önből nagyon jó idegenvezető lesz, úgyhogy most válaszol az IBUS vagy a szakál. És én akkor azt mondtam, hogy nem kétséges a választás, a szakál. Úgyhogy egy képesített idegenvezetővel beszélgetsz most, aki egyetlen egyet se vezetett. Tolva hát... maradt, kérem igen. Szépen. Kélek szépen, rengeteg játékot vezettél, de újabban abba maradta mindent, vagy semmit. Nem, hát folyton, márciusban újra kezdjük. Hogy éled meg? Bocsáss hogy... meg, valaki ennek örült, és ennek igen, is abban. Igen. Hát azt engedjük kibontakozni. Tényleg nem figyelek a műsorban. Volt nekem egy másik műsorom, a Felesem igaz, amit én annak idején egy amerikai vetélkedőből magyarítottam át. Hát kérlek szépen, mit akarsz mondani? Igen, ezt Fényes Szabolcstól kérdezték, hogy szokott-e lopni, azt mondta, tudatosan sose. Tehát hatnak ránk ezek én ezt a nem mondtam, hogy én tudatosan. De akkor még lehetett. Azóta más szelek fújnak, megérkezett az eredeti, Ashley Broadway címmel folytatódik az eredeti Felesem igaz, úgyhogy most nagyon sokat dolgozom, és nagyon nagy örömmel. A papíromon ide van írva, hogy öregszel. Hát, ha ez csak a papírból derül ki, akkor annak én nagyon örülök. Hát én, te nem. Dehogy nem, hát valamennyien. Hát... Én nem emlékszem rád ilyen kiskorodból, de biztos, hogy volt olyan. Hogyne, napozóban voltam. Ott nem láttalak, igen. Egyszerre nem voltam. Szörnyű volt, mert napozóban alul 3 gomb van, tudod, és mindig rohanni kellett. Na most előbb-utóbb csak becsípted a kakaskát, úgyhogy én abszolút... Tudod, ezt általános alannyal is mondani, hogy ne velem legyen, tehát becsípte az ember. Csak becsípődött az a kakaska, ugye, tehát szenvedőbe, csak becsípetett, ugye, múlt időben, szép, igen. Mit az, szóval, mire akarsz ki? Fogalmam sincs, a szerkesztő fölírta, hogy öregszel, semmi nem jut az eszembe, nem tudom. Na jó, van, segítek egy kicsikét. Én Valentin napi gyerek vagyok, február 14-i. Egy szerelem már... gyerek? Igen, kihéz csokom édesanyámnak. Igen. Igen, valószínűleg így történt. Hát szóval igen, ez már egy fél évszázad, ami elmúlt, meg egy nap. Most van a szüli napod?
Igen. Isten éltesse! Az ajándékot majd azután adjuk át, hogyha megszolgáltad a Favágók együttessel, fogtok következni. Hölgyeim és uraim, amint ígértem, ezt a kis ajándékot néhány pontért Vágó István rövidesen megvásárolhatja. Önök most viszont emberpróbáló pillanatok elé néznek, az Esti Sóder színpadán 6 tőről metszett favágó. Gyere, légy szíves, amint ígértük, születésed napja alkalmából ismét meghúzom az összes füledet. Így most már legalább szimmetrikus lesz. Egyébként nem szoktunk mostanában már a showban ajándékokat átadni, de kivételt tettünk, részint nehéz favágó munkátokat honorálandó, részben pedig a jeles nap alkalmából. Megengedett, hogy felvegyem a fedőt, miután mind a két kezet foglalt. Igen, ezt az etiket, tehát azt maximum hiszem, az orroddal távolíthatnád el, mint David Copperfield. Úgyhogy... Mi ez? Ein Fernsehapparat, egy televíziós készülék, ismervén, hogy lakásod minden helyiségében található televízió, de talán a klozettéban még nem. Tehát ez oda... Téved. Van. De sztereóban fogom nézni. Kérlek, az összes műsort. Akkor a Spice-ban. Jó. Spice-ban. Nagyon szépen. Esetleg, köszönöm. Ha beszorulsz a Spice-ban, jó? Köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mese mára.
köszönöm szépen vendégeimnek, Piti Katalinnak, Kern Andrásnak, Vágó Istvánnak, a favágóknak, hogy, amint mondani szoktam, jelenlétükkel emelték az est fényét. Köszönöm, hogy velünk tartottak ma este. Kérem, hogy a Magyar Televízió és a Sláger Rádió közös játékában vegyenek minél többen részt, mert jegyeket nyerhetnek az esti Sóder televíziós felvételére, ezt nem fenyegetésként mondom. És ott a Sláger Rádióból azt is megtudhatják, kik lesznek a vendégeim a következő Sóderben, mert én még nem tudom. De megjött a következő jegyzet. Két hét múlva találkozunk, itt lesz a két Imre, a Bajor és az Antal, valamint sokan mások. Várom önöket hétfő este, ugyanitt, aludjanak jól, álmodjanak szépeket, kezeket a paplan fölé, éljenek a csajok. Támogatóink az Intermédia, ahol mindig szem előtt van, és a Peron reklám, ahol egy kép többet ér, mint ezer szó. Vendégeink kényelméről a hazai Dekker Hostess ügynökség, biztonságukról az Őrmester Kft. Gondoskodik. Munkatársaink a Taxi 2000-en utaznak.